napot kívánok, kedves nézők! A tegnapi napon nem volt magyar induló a 75 kg-ban, ma viszont két versenyzőnk is szerepel a 82,5 kg-osok között. Mészáros István az egyik, aki először indul Európa-bajnokságon, a másik pedig egykori világbajnokunk Barsi László. Valahogy úgy hozta az élet, hogy Mészáros István világbajnokságon szerepelt, Európa-bajnokságon még nem. Mind a két szereplése viszont itt volt Magyarországon, hiszen 90-ben Budapesten tizedik lett a VB-n, most pedig Szekszárdon próbálkozik ennél előbbre rukkolni. 147,5 kg-os kezdő szakító gyakorlata. Szép bemutatkozás volt, remélhetőleg megnyugtatja. Mészáros valószínűleg a hazai pálya előnyét élvezve került az A csoportos mezőnyben, hiszen a délelőtti programban egy görög versenyző 150 kg-ot szakított, 75 kg 5 dekás testsúllyal, nyilván 75 kg-os, csak átesett. Mészáros javít a 152,5-en, és ezzel be is fejezi a szereplését. Bacakó Péter szakkommentátorunk csóválja a fejét. Hát igen, mert feltétlen szükség lett volna 152,5-re, amit említett Tezső kollégám, hogy 150 kilót szakított a görög versenyző, tehát visszafele is kell tekinteni, meg szükség lett volna az olimpiai kiküldetéshez, a címhez, ami 150-180-at kell feltétlenül csinálnia. Két éves szünet után tér vissza a dobogóra Barsi László. 1990-ben Dániában az Alborgi EB-n szerepelt utoljára világversenyen a magyar válogatottban. 160-as fogás volt az első, és egy rövid húzás, pedig ebben a mai mezőnyben ezzel a 160-nal, ha teljesítette volna, még akár keresni valónk is lenne. Igen, feltétlen szükség lett volna erre 160 kilóra. A délutáni mezőnyben egyébként ő a legkönnyebb, tehát a testsúly szempontból is nagyon kedvező a pozíciója. Gusakov ugyancsak a 160 kg-on, ő először javít ezen a súlyon, ő is nagyon régen szerepelt már az EB-n utoljára. Megint csak az a könyöksérülés, amiből már nem egyszer láttunk. Szulejmanoglut láttuk utoljára, Hafiz Szulejmanoglut a budapesti világbajnokságon, hogy így kifordult a könyöke. Nem volt már ideje, nem tudta kikapni a súly alól. Nézzük a lassítást. Azonnal kísérik az orvosi szobába Gusakovot, akinek a jobb könyöke kifordul. Nem tudta csontosan alátámasztani, és a jobb könyöke. Zaremba, Szulejmanoglu, és most Gusakov ezzel a sérüléssel. Miközben a dobogóra szólítják már Barsi Lászlót a 160-on. Azt hiszem a súlyemelésben előfordulható leggyötrelmesebb sérülés ez. Igen, főleg a szakítása jellemző. Most Barsi László, úgy látszik ez a 160 kiló, ez a úgynevezett halasztóvíz. Reméljük, hogy a Barsi László sikeresen veszi. Sajnos nem. Sokáig hezitált a szakvezetés, hogy hol indítsa Barsit. 160-at jelentettek be, aztán gondolták, hogy inkább lejjebb mennek, lejjebb kezdenek, és utána onnan fölfelé. Hát az eddigi két látvány után talán szerencsésebb lett volna mégis a második szándék és a 157. A közönség nagyon szeretné, a közönség rettenetesen drukkol Barsi Lászlónak, és drukkolunk mi is. Drukkolunk, hogy nehogy úgy járjon, ahogy a Cardiffi EB-n, és nehogy úgy járjon, ahogy az Alborgi EB-n, ahol a szakításban kiesett. De nem akarok vészmadár lenni, nem akarok 160 kg Barsi Lászi! És nem sikerült. 1987-ben az osztravai világbajnokságot megnyerte egy évvel Szőul előtt. Akkor olimpiai bajnoki reményeket fűztünk a szerepléséhez.
Szöulban, aztán jött a hátsérülése, és onnantól kezdve egyetlen egy versenyem sem volt értékelhető eredménye sajnos Barsinak, itt Szekszárdon sem. Pedig hát ebben a mai mezőnyben, itt a 82,5 kg-ban igazán lett volna keresni valója ennél magasabb szintű koncentrálással, hiszen nem a legjobb fákbeli versenyzők jöttek el. Guszakov ráadásul meg is sérült, kiesett, nem versenyez tovább. Bolgárok nem indítottak versenyzőt, úgyhogy igazán lett volna mit keresnie Barsinak. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért nem a biztonságra törekedtek, mikor az olimpiai szint is kérdés volt még a verseny előtt, nem csak maga az EB szereplés. Miközben ez a kis füstölgés elhangzott, a lengyel Siemion 162,5 kg-ot szakított a rájellemző nagy erővel. Napjaink sportja igen komoly átalakulásokon megy keresztül. Itt elsősorban a politikai változásokkal együtt járó népvándorlásra gondolok, ami a sportéletet is jellemzi. Először indul görög színekben Dimas, aki korábban Albániának szerzett már negyedik helyet Európa-bajnokságon. 165 kg-ot szakít a görög albán, és mosolyog hozzá! Nagyon nagy kedve van, és ott lesz az élen, az érmekért folyóharcba biztos, hogy bele fog szólni Dimas Pyrros. Negyedik volt az alborgi EB-n, még mint albán. Egyébként édesapja, édesanyja is görög, és a testvére Odisseas szintén súlyemelő. Íme a görög Dimas, és most ismerkedjünk meg Samadovval. Ő következik majd ugyanezen a 165 kg-os súlyon, a Független Államok Köztársaságának versenyzője, aki 160-on kezdett a görökhöz hasonlóan, a különbség 40 dekagram közöttük Samadov javára. Után egyedül maradt a Független Államok közösségéből. Az előbbi 160-as szakítását nagyon gyönyörűen magabiztosan teljesítette. Most 165 kg van a súly, és kíváncsian várjuk, hogy hogy teljesíti. Óriási harc várható ő is a görög versenyző között. Bizony nagy, hiszen Samadov a tavalyi formájánál is jobbat produkál itt Szekszárdon. Az elmúlt évi világbajnok, még ha csak testsúllyal is, de Samadov Bliscsik előtt Donau-Esingenben megnyerte a világbajnoki aranyat, akkor 162 és felett szakított, és hátrányban volt a szakítás után, aztán a lökésben volt ellenállhatatlan, ledolgozta a hátrányát, és könnyebb testsúlyával világbajnok lett. A könnyebb testsúly most is a javára szól, hiszen könnyebb Pyrros Dimasnál, és könnyebb a most következő lengyel Krzysztof Siemionnál is. A lengyel 157,5, 162,5, 165-ös sorozatot választott magának. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy miért nem 2,5 kilóval többre, tehát a 167,5-re mennek a versenyző. Valahol azért előre gondolkodnak, egyrészt a tudásuk, másrészt pedig az összetett verseny kimenetelére. A szöuli olimpia 5. helyezettje azóta nem szakított még ennyit, mint ez a 165, mert pedig, de furcsa is kimondani, 4 éve volt Szöul. 4 év. Bizony. És vannak, akik fejlődnek. Nem vissza. Vannak, akik fejlődnek. A 165 kg megvan neki is. A sorrend ennek megfelelően Samadov, Siemion és Dimas Pyrros. Samadov következik 167,5 kg-on.
Szamadovnak nagyon fontos ez a 167,5 kiló, miután a görög és nem sikerült neki, tehát a görög súlyemelő fejezi be, ő dönti el az Európa-bajnoki címet szakításban. E pillanatban még Samadov áll az élen, könnyebb testsúlyának köszönhetően a lengyel és a görög előtt, de a harmadik helyről az első helyre ugorhat Dimas Pyrros, ha teljesíti a következő fogását. Hát itt valami egészen különleges, váratlan dolog van készülőben, hiszen görög súlyemelő aranyéremnek lehetünk a tanúi, annak a születésének lehetünk a tanúi, ha a 170 kg-ot sikerül kiszakítania Dimas Pyrrosnak. Ez fantasztikus bravúr lenne. 165 és nagyon dinamikus volt, de nagyon-nagyon sok energiát használt fel. Hát kíváncsi vagyok most a 70-nél. Igen, sajnos elhasználta. Bizony nagy bravúr lett volna, hiszen 162,5 volt a legjobbja. Így az aranyérem helyett a bronzzal kell beérnie a görögnek. 165 az első három helyen. Milyen jó lett volna, ha Barsi is befut ide. A lökés következik, és Mészáros 177,5 kg-os gyakorlata, de mielőtt azt megnézzük, megkérdezem a magyar csapatorvosát, dr. László Imrét, hogy mi van a sérült Gusakovval. Most már elszállították a mentők, a röntgen kontroll és a gipszelés van hátra. Nem éri el azt a súlyossági fokot, mint ami volt a Hafiz Szulajmanovnál két évvel ezelőtt. Sikerült helyre rakni, és minden bizonnyal hamarosan folytathatja tovább a versenyzést. Mészáros lökése nagyon, nagyon biztos volt. Végre egy súlyemelő, aki a kezdőfogását biztosan megcsinálta. Köszönöm szépen László doktornak. Baszakó Péter pedig a szünetben benn járt a bemelegítő teremben. Mi van Barsival? Mi volt ezzel a kezdőfogással? Sajnos az volt a gond, hogy ez a tipikus eset, hogy nem volt összhang az edző, a szövetségkapitány és a versenyző között. Előzetes megegyezés szerint 155-ön szerettek volna kezdeni, tehát vissza kellett volna venni a kezdőfogást, de a versenyző nem vette vissza, kisebb zűrzavar, és mire észbe kaptak, más úgy 160 kiló volt. Minden esetre, mint a képen is látják, Barsi László nem adja föl, a lökésben elindul, a összetett eredménye nincs is, a lökésben szeretne bizonyítani. Hát nem tudom ebben az idegállapotban, mire lesz majd még képes Barsi, aki miután abba hagyta már egyszer a súlyemelést, igen sikeres vállalkozó lett, és bizony az edzések már nem töltötték ki annyira az életét, vagy olyan mértékben, mint azt megelőzőleg. Heti 3-4 komolyabb edzéssel készült általában a hétvégeken erre az Európa-bajnokságra is, és elképzelése szerint csak az EB után vett volna részt egy komolyabb edzőtáborozáson az olimpia érdekében. Hát, hogy most ezek után hogy lesz, mint lesz, ezt meg nem tudnám mondani, de szint nem lesz. Hát szint nem lesz, miután az olimpiai kikötetési szintet nincs összetett, tehát nem tudja megcsinálni. Maradt egy kaldifi verseny, ahol esetleg még meg tudja emelni. 180 rossz. Súly 180 kg. Gusakov és Barsi kiesésével még a szakításban a hetedik helyet szerezte meg Mészáros István 147,5 kg-os kezdőfogásával. A lökésben 177,5 volt az első, 185 a második kísérlet. Ez a második kísérlet 185-ön azért fontos, és azért kulcskérdés, mert ezzel érni el az olimpiai kiküldetési szintet, ami 320 kg, tehát 320 fölött emelne ezzel, és egy küzdelmes felvételtán felvette, a másik pedig, hogy a B csoportos verseny vezetőjét megelőzné, de sajnos nem sikerült. Gyakorlatot.
No hát még egy kísérlete azért van, reménykedjünk, bár meg kell, hogy mondjam, a magyar súlyemelők eddig itt a Szekszárdi Európa bajnokságon most már csapatnak a fele dobogóra lépett, hát elmaradt enyhén fogalmazva a várakozástól. Talán az egyetlen karszak kivételével, aki életében először a hatba jutott itt ezen az EB-n. A szekszárdi Mihálykával csatázott a válogatottba kerülésért Mészáros István, aztán az utolsó felkészülési periódusban rendre jobb eredményeket mutatott, mint Mihályka, így juthatott el a EB dobogójára. Hát most bizonyíthatja, hogy megérdemelte a bizalmat. 185 kg. És ha megcsinálja, akkor legalább 50%-ot teljesített volna, de hát erről messze nincs szó. A szakításban, lökésben is a kezdőfogásán maradt, távol az olimpiai szinttől, és a B csoportból is volt, aki megelőzte sajnos. Teljes összeomlás. Szofalik következik, a lengyel versenyző, aki a szakításban a negyedik helyen végzett, igen lemaradva az élcsoporttól, 152,5 kg-on fejezte be az első fogásnemet. Itt a lökésben eddig Szofalik hibátlan, 185-190, és erre jönne a 192,5. Az előző 190-es lökése nagyon küzdelmes volt, és aztán viszonylag könnyebben vette fel a 192 és fele. És ezzel viszonylag könnyedében bánt el. Pedig a lapozó fiúk már ugrottak, hogy mennek a súly után, valahol ott a szemük előtt megjelent, hogy a súly megindul majd előre, és legurult talán még a dobogóról is. Operatőr kollégám is, ha tehette volna, hátrébb lépett volna a kamerától. Volt egy olyan mozzanat ennek a gyakorlatnak, de Szofalik helyrehozta. Kicsit előre indul, és ez így az. Ügyesen utána lép. Esetleg még annyi, hogyha lelépne egy fél lábbal és a dobogóról, akkor gyakorlat rossz. Így viszont jó. 345 az összeredménye. A közönségnek nagyon tetszik Dimas. Hát gondolom elsősorban azért, mert egy kis szint hoz, méghozzá igen magas színvonalon hoz szint a súlyemelésbe. Annyira megszoktuk már a bolgárok, aztán ahogy mostanában mondjuk a fákbeliek fölényét és dominens szerepét, hogy igazán élvezetet jelent egy új országból, illetve egy országból egy új versenyzőt köszönteni, aki csatázik az aranyéremért. 195 kg-os első lökése. Talán abban is hoz még szint, hogy egyrészt, hogy helyből lökte ki a súlyt, meg a fantasztikus küzdeni tudásával. Igen, hát ez a helyből lökés, ez valamikor 10 évvel ezelőtt Szotnak volt a nagy húzása. Egy időben, jól emlékszem, Zaharevics is próbálkozott vele. Igen, Zaharevics is próbálkozott vele, de főleg Szotz csinálta nagyon magas szinten. Ezek szerint egy-egy képviselő, ami most is található. Gusztákó Alexander, független állalom közössége. 195 a súly, változatlanul a lengyel. Siemion következik első gyakorlata a lökésben, és közben el kell mondanom, hogy Barsi László sérülés miatt visszalépett a további fogásaitól a lökésben. Tehát egyetlen érvényes gyakorlat nélkül fejezte be az EB-t. A lengyel még messze van a befejezéstől, hiszen két fogása van még hátra, és azzal büszkélkedhet, amivel senki más ebben a mai mezőnyben, hogy eddig mind a négy fogása jó volt.
151,5-ről 165-ig jutott a szakításban, és 195, így 360 kilója van. Az Európa-bajnokság első két mázsás kísérlete, az első 200 kg-os, Samadov mutatja majd be első lökésre. És ahogy az várható volt, Samadov a szakításban testsúllyal első lett, és így most a lökésben szeretné majd kihasználni azt, hogy ez az igazi fogás neme. 200 kiló fele haladva, tehát 200 kilónál nagyon felhívnám figyelmet a súlyzó rugózására, tehát a jó ütembe való felvételre, illetve kilökésre, miután ha rossz ütembe veszi fel, de ahogy most jól sikerült, akkor könnyedén, tehát segít a rugó. Itt is, viszont ha rossz, akkor a kontrába löki, akkor viszont menthetetlenül rossz a gyakorlat. Gyakorlat jó. 365 kg, és emlékeztetőül mondom, hogy Samadov testsúlya a legkönnyebb az élen álló trióban, úgyhogy egyre tetemesebbnek mondható az előnye. Akkor, amikor az első három helyezetnek még két-két fogása van hátra a versenyből. Kettőszázkettő és fél kilogramm, hát nincs mese, neki ennyire van szüksége ahhoz, hogy megelőzze Samadovot, és ez pontosan 7,5 kg-mal több, mint az egyéni legjobbja, 195 életében a legmagasabb súly, amit kilökött. Tehát ez lenne az első alkalom, ez lehet az első alkalom, amikor túljut, eléri és túljut a két mázsán. Hát azt hiszem abszolút nem egy szemérmes típus, de azt hiszem nyerni másképp nem is lehet. És nagyon nagy küzdelem felvette, és most jön az a helyből lökés, tehát nem ollózva, hanem helyből. És megáll vele. Meg is csinálja. És szokása szerint balra, jobbra kinéz, és learatja a tapsokat. Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki a helyből lökést válassza inkább? Hát alkalmi adottságok, és a lelki az egy... A lelkihez közelebb áll, ez a mozgás. Nagyon az a csipőüzület, válizület. Hát minden esetre ezt a technikát nehezebb elsajátítani nyilván, hiszen ezért is csinálják kevesebben. Igen, tehát speciális alkat.